Vonatozás a nagyszülőkhöz. Lili és Tomi a nagyszülőknél tölti az őszi szünetet. Kora reggel már a vonatállomáson várakoztak a peron mellett. Nagymama és nagypapa egy kis faluban élnek. Ide fognak megérkezni a gyerekek a vonattal. Lili és Tomi felszálltak a vonatra, ami füttyentett egyet, és már indult is. Tomi áldogálva nézte az ablakból a szép őszi tájat. Útközben Lili megéhezett, így elővette a 10 órait. Jó ízűen elfogyasztott egy szendvicset és egy finom érett körtét. Két óra hossza múlva a vonat befutott az állomásra. Itt a nagyszülők már várták az unokákat. Szószedet. Nagyszülők. Őszi szünet. Kora reggel. Falu. Peron. Felszáll. Fütyül, füttyent. Megéhezni. Elfogyaszt. Befut a vonat. Unoka. Unokák. Várni. Igaz vagy hamis? Lili és Tomi a nagyszülőknél tölti a nyári szünetet. A gyerekek repülővel utaznak. A nagyszülők egy kis faluban élnek. Tomi könyvet olvas utazás közben. Lili egy körtét is eszik 10 óraira. Csak a nagypapa várta a gyerekeket az állomáson. Illeszd a szavakat a megfelelő helyre. Lili és Tomi a nagyszülőknél tölti az őszi szünetet. Kora reggel már a vonatállomáson várakoztak a peron mellett. Nagymama és nagypapa egy kis faluban élnek. Ide fognak megérkezni a gyerekek a vonattal. Lili és Tomi felszálltak a vonatra, ami füttyentett egyet, és már indult is. Tomi áldogálva nézte az ablakból a szép őszi tájat. Útközben Lili megéhezett, így elővette a 10 órait. Jó ízűen elfogyasztott egy szendvicset és egy finom, érett körtét. 2 óra hossza múlva a vonat befutott az állomásra. Itt a nagyszülők már várták az unokákat. Találkozzunk jövő héten is! Sziasztok!